Sziasztok! Ma van a napja. Réparetek vegán brunchnak. Tök jó lesz, oda megyünk. Édesanyámmal, csajszival, meg haverral, négyet. Na, meg is jöttünk a finomságokhoz. Itt vannak ezek a gyönyörűs vegán ételek, nézzétek. Isteni király, itt lehet a legjobban tenni vegán. Mit szóltok? Gyönyörű, nem? Látjátok ezt a szépséget? Csak nekünk, csak most, csak itt. Ildi vagyok, a réparetetnek az egyik vezetője, tulajdonosa. Másik az a konyhában van, és úgy ködik, ez sok finomság. Igen, őt már ismerem. Azt arra tegyük, és akkor így, hát igazából az a célunk ezzel az egészen, hogy minél többek számára tegyük. Nem csak elérhetővé, hanem hogy miért megkóstolható, kipróbálható a vegán ételeket. Tudjanak lépni a vegánság felé. Igen, aki, meg vagy egyszerűen csak kíváncsi arra, hogy a gyereke mit eszik, amikor egyébként nem otthon eszik, hogy mi mindent lehet csinálni hús nélkül, tej nélkül, tojás nélkül. És mi mindent lehet csinálni? Hát most ma Pompei töltött hajó van, cukkini hajó, bizi-bizi, szejtán stroganoff. Ú, de jó ez. Bolognai rakott benne, kis tepsis burgonyak, van egy ilyen sülzeller almával, kis pirított, ez most tempével. Sültes tálon van kis tofu, kölesgolyó, brizsgolyó, tök, brokkoli, akkor vannak itt még akkor a kaffiotabulé, koleszló, vagyis ez az amerikai káposztasaláta, francia saláta, a zöld saláta megspékelve egy kis zöld almával, dióval. Minél jobban kelljen az embereknek. Akkor van egy kis desszertnek, van most zappudingunk, browning. Ami nagyon finom. És lesz még guba, csak az frissen, melegen, tehát ez egy kicsit később jön. Hiszen nagyon finom karfiolleves. Kipróbálom, pont azért jöttem. Akkor nagyon jó, köszönöm. Ez a kaja isteni, gyerekek. Nézzük a stroganoffot. De máskor is elhozhattak egyefene. Jó, benne vagyok. Stroganoff is jó. Hát ez főleg azoknak éri meg, akik pikán. Nagyon szokott tudnak. Ott eszik Balázs, látjátok? Elhoztam egy húsevőt, meg még egyet zabálni vegán kajára. És él még, sőt, már három tányér beburkolt a desszerttel együtt. Most elmondanám vitakat, de mondom helyette, nagyon ízlik neki a kaja, és máskor is eljönne ilyet tenni, de még nem akar vegán lenni. Még neveljük, még neveljük. Guba. Ez a guba nagyon jó, gyerekek, az isteni. Sok hiba a gubát. Azt a gubát minden. Ezt mindenkinek meg kell lenni, ez marha jó. Kóstoltam. Most megyünk ki, itt van Balázs, telezabáltuk magunkat, mondd el, hogy érezted magad, látom, hogy mit mutatsz. Meséljük, milyen volt a kaja, mondjuk. Finom volt. Ajánlanád másnak, aki jó vagy a kisebő? Persze. Mit mondasz nekik, vonatkoztassanak el? Hát nem kell vonatkoztatni semmit, a jól laksz, finomat esz a jó hely. Erre vagyok. Atyáztuk.